Teljesen világos, hogy mit kértünk itt az alapján, és mindkét azt kérte, hogy mondják már meg, hogy ezt az 1,84 milliárd forintot mire költötték. Ugye ezt nyilván, ha valaki elkölti, akkor vagy számlával költi el, vagy szerződésre, ez a két variáció van. Az, hogy a minisztérium átteszi az egyik zsebéből a másikba, az teljes mértékben irreleváns. Az, hogyha egyik előrendzetből a másikba pakolja, az azt gondolom, hogy a adatigénylés lényegét nem befolyásolja. Egészen pontosan az történik, hogy nem tudjuk, hogy hova ment a pénz. Nem célunk azt, hogy megtagadjuk azt, hogy ne is tudjuk, tehát beakadályozott hozzá is olyan adatokhoz, amikhez hozzájuthat. Még igazából meg szeretném felhívni a figyelmet, igazából még segítettük is neki a választerülőben, hiszen mi magunk hívtuk fel a figyelmet arra, hogy egyébként bizonyos adatok a nyilvánosság számára elektronikus úton hozzáférhető. Most függetlenül attól, hogy egyébként erre nem lehessen megfelelő kötelezettség. De, ott van, az kötelező, hogy csak csak megmondta. Az infotörvényszerintás szerint nem lett volna kötelezettségünk erre sem. Hát ez jogszabályban van, hogy kötelező tájékoztat, de én inkább azt most kihagynám ezt a kört.